Január 1 az aktív korúak ellátásánál megszűnt a rendelkezésre állási támogatás, és helyette bérpótlótámogatást támogatást állapíthat meg a települési önkormányzat jegyzője. Azonban a bérpótló támogatás feltételekhez kötött. Így legalább 30 napos munkaviszonya kell rendelkezni egy személynek ahhoz, hogy a települési jegyzője megállapítsa számára a bérpótló támogatás jogosultságát. A jogszabály azonban lehetőséget ad arra az önkormányzatoknak, hogy helyi rendeletben előírjon olyan szabályokat, mely a lakás, a környezet és a közterület rendbetételével kapcsolatos, és szintén be kell tartani ahhoz, hogy jogosultá váljon az adott személy a bérpótló támogatásra. Sátorolja új helyben ezentúl tehát bérpótló támogatásra csak az jogosult, aki a jogszabályban előírt feltételek megléte mellett a helyi rendeletben leírtakat is betartja aki az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban is egy-egy szemet szemetessel rendelkezik, ezt rendeltetésszerűen használja, tehát tisztán tartja, a lakáshoz tartozó udvart, kertet rendben tartja, a kertet megműveli, és nem halmoz fel ott sem lomot, szemetet. Az ingatlan előtti járdák takarítása a helyi köztisztasági rendelet alapján eddig is a tulajdonos vagy a bérlő feladata volt. Amennyiben járda nincs, akkor az ingatlan előtti egy méter széles területsávot kell az ingatlan bérlőjének tulajdonosának rendben tartani, valamint az ingatlan előtti árok karbantartása, tisztítása is az ő feladata előírtuk továbbá azt, hogy a lakást tisztán, rendeltetésszerű állapotban kell ö, tartania, különös tekintettel a vizes helyiségekre, ö, valamint amennyiben kint van az illemhely, akkor arnak az állapotára, ö, tisztaságára. A helyi rendelet továbbá előírja, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan rákcsalújításáról, valamint annak fertőtlenítéséről, valamint be kell, hogy tartsa az önkormányzat állattartással kapcsolatos rendeletét. Ezeknek a meglétét ellenőrizni fogjuk a bérpótló támogatás megállapítása előtt, és amennyiben jelzés érkezik, vagy más egyéb ügy kapcsán észleljük azt, 或者。 ebben ö, negatív változás állt elő, akkor természetesen jogosultak vagyunk, és élni fogunk ezzel a lehetőséggel, meg fogjuk szüntetni a már megállapított vérpótló juttatást. A város címzetes főjegyzője hozzátette, hogy ezen önkormányzati rendelet sátorai új tisztaságához járó hozzá, és több a szomszédok közötti vita is megelőzhető, mely az állattartási rendeletben nem tartásából, vagy az ingatlanon nem kívánatos állapot miatt alakulna ki.